Vendégünk itt a stúdióban, Szena. Szia, szia! Hello, hello! Oh, yeah! Ezt is hagyd gratulálják nektek a fonogram díjatokhoz. Yes. Ez egy csodálatos érzés lehet. Számomra meglepő, hogy többször voltatok azért már jelölve, de ez volt az első díjatok. Hogyan fogadtátok ezt a díjat? Először azt hittük, hogy viccelnek velünk, mert tényleg így jelölve már voltunk pár, hogy mindig elmegyünk, és így jöttünk haza, úgyhogy nagy je, nagyon örültünk, hogy végre valahára kaptunk egy díjat is. Igen. És hova kerül ez a díj? Nagyon sokan vagytok, ilyenkor kőpapírolóval szoktátok eldönteni, hogy akkor kihez kerüljön? Nem, ezt most beraktuk a próbaterembe, van egy közös próbatermünk, ott gyűlünk minden kedden fixen, és amúgy is elég sokat keddeken kívül is, úgyhogy most a próbaterembe van. De egyébként megnézhetjük. Ilyenkor mi a fontosabb? Mert gondolom mind a kettő nagyon fontos. Mind a szakmai elismerés, és mind az, hogy a közönség mennyire szeret benneteket. De mégis melyik a fontosabb? Vagy meg nincs lehet ezt ilyen, hogy fontosabb, vagy nem fontos, hogy jól esik. Mindig jól esik. Nem az, hogy így anélkül nem lehet létezni, vagy alkotni, vagy lenni, de jól esik. Egy ilyen jó kis hátba pacsi, jó van, ügyes vagy, csinál csak tovább. 17 évet csinál, jó lesz az, még csinálj még 17-et, hát ha lesz valami. Csak így jól esik a léleknek, mindegyik formájában az elismerés. 15 című albumotokkal nyertétek meg. Igen. És ez már önmagában is elég nagy dolog, hogy a 15. jubileumi évben volt egy ilyen albumotok. Miről szól ez az album? Van 15 percetek? Ilyen kicsit vegyesen, ilyen múltba tekintés, így feldolgoztuk azt, hogy egyáltalán így együtt vagyunk 15 év, akkor 15 év, most már 17 éve, és egy kicsit egy ilyen korszak lerakó, lezáró lemez is akart lenni, hogy így valahogy így rakjuk le azt a dolgot. Pont egy covidos években is történt mindez, úgyhogy egy ilyen valahogy minden feldúlt, és jó volt így valamit megalkotni, lerakni, hogy aztán így tovább is léphessünk. Úgyhogy egy ilyen pont a 15 év után, és egy friss lap megnyitása szerint, nekem személy szerint ez a lemez. Mennyire tudtatok egyébként ünnepelni, hiszen gondolok itt arra, hogy nemrég volt a Magyar Zeneházában egy nagyszabású koncerted, ahol például a Napfonat is ott volt. Én elolvastam a lányoknak a Facebook bejegyzésüket, én imádom a Napfonatot, annyira fantasztikusak. Nagyon jó személyiség van, és nagyon-nagyon szép dolgokat írtak erről a koncertről és rólad. Milyen volt így a női energiákat mozgósítani, vagy egyáltalán hogyan sikerült ez a koncert? Hát a velük való találkozás óta felnyitották a szememet egyrészt arra, hogy mennyire fontos tudatosan táplálni a női energiát, mert tényleg valami varázslatos, hogy a próbákon, mikor összeülünk, mindenki érkezik a kaotikus életében, leülünk, és ahogy az első hangokat így elkezdjük összehangolni, elkezdünk énekelni, és mindig úgy jövök el, hogy így egy ilyen magasabb rezgés szinten vagyok, és ezt így nagyon helyes tudatosítani, éltetni, energiát adni ennek a fajta energiának, úgyhogy velük egy álom együtt dolgozni. Nagyon megszerettük egymást, és nem utoljára dolgoztunk együtt szerintem, sőt, hamarosan megyünk majd Veszprémbe hó végén, szóval így elkapott minket egy ilyen kölcsönös tisztelet és szeretet, és ez a mostani koncerthez is hozzájárult, abszolút mindent felemel, hogyha 5-6 asszony együtt tud dolgozni, a fiúk is fontosak. Persze. De hogyha 6 asszony összefog, akkor ott aztán robban a bomba. Yeah. Tehát a különleges koncert után még egy különlegesebb koncert következik. De milyen különleges? Margit szigeti szabadtéri színpadon. Ez a hónap. 17 évet raktok egybe, és a címe az Iron Mafia története. Igen. Milyen lesz ez a koncert? Mire lehet számítani? Hát egyelőre abba vagyok, hogy így hol szállsz be, hol szállsz ki, nem maradj meg. Igen, úgyhogy most még egy kicsit ilyen izgulós, így székmegfogós, hajmeresztő állapotban vagyunk a próbáknak, mert most érik össze minden, most fognak lenni az orkesztrával is a közös próbák egész jövő héten, úgyhogy nagyon izgalmas, de nagyon feszes, annyira fantasztikus munkát csinál a Megyes Ádám, a trombitásunk, aki hangszereli az egész történetet, és egy nagyon szép, vicces, elfogadó, elengedő, önironikus műsorral készültünk, amiben persze megmutatjuk azt, hogy így honnan indultunk és hová jutottunk, hol vagyunk most.
Nagyon érdekes, nevettető, jó kis koncert lesz, és tényleg így még egyszer le a kalappal a Mennyes Ádám előtt, aki ma is így a próbán csak így nézi, hogy mi mennyire komolytalanok vagyunk ahhoz képest, hogy ő mennyi munkát tett a dologba, de hát ez az Irie Mafia. És még csak május van, nagyon jól mondtad, utána meg beindul a fesztivál szezon, és ott biztosan még találkozunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és sok sikert. Május 21. Május 21 Margit sziget. Yes. Köszönöm. Sziasztok. Köszönjük.